Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a Maja naptár június 21-én. Ez egy ős, régi és egy nagyon precíz naptár. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám. Ez olyan, mint nálunk a hét. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek. A mai nap, tehát június 21-e a harmadik hullámban található. Efelett a harmadik hullám felett Manik uralkodik. Manik lefordítva annyit jelent, hogy kéz, és utal arra, hogy vegyük kézbe a dolgokat. A mai nap, tehát június 21-e az utolsó nap ebben a harmadik hullámban, a 13. nap. A 13-as számnak is van egy jelentősége. A majáknál ez azt jelentette, hogy valamitől elbúcsúzunk, és jön valami új. És mi most felkészülünk arra, hogy valami újdonság történjen az életünkben, vagy hozunk döntéseket, és más irányban mozognak az események. Ez a 13-as szám azt is jelent, hogy valami megújul nálunk, vagy egy belső megújulás történik. A mai nap Kauak hatása alatt áll. Kauak annyit jelent lefordítva, hogy eső. Most esik az eső, szimbolikusan annyit jelent, hogy tisztulnak a dolgok. De azt is jelentheti, hogy villám jön. Ennek is van egy szimbolikus jelentése, olyan gyorsan történnek az események, vagy vannak jó ötleteink. A mai napot arra használhatjuk fel, hogy valamit tervezzünk. Vagy gondolkozzunk el azon, hogy mit kellene megváltoztatni az életünkben. Vagy ha ötleteink vannak, akkor azt hogy tudjuk megvalósítani? Ez a Kauak energia azt is mutatja, hogy fejlődések lesznek. Amit ma tervezünk, és holnap elkezdjük, abban sikereink lesznek. És ez volt a bepillantás a Maja naptárba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!